Sajnos a gyermekklinikára leginkább a beteg gyerekek jönnek. Az egész országból, határunkon kívülről, szorongva, félve, sokszor húsvétkor, sokszor karácsonykor, és hogyha ránéznek ezekre a mesefigurákra, talán egy kicsit oldódik a szorongásuk, talán egy kicsit elfelejtik a betegségüket, úgyhogy ezért a gyermekklinika nagykapujának a bejáratához, természetesen nem kintre, hanem bentre, biztonságos helyre fogjuk őket kihelyezni. Azért kell vitrén mögé tenni, mert ezek nem csak szépek, hanem finomak is. És még azt szeretném elmondani, hogy nagyon boldog vagyok, hogy Debrecen gyermekklinikája és Ónod egymásra talált, és ez biztos vagyok benne, hogy nem a kezdet, ez csak a jelen, és ezt kívánom minden kórháznak, klinikának, hogy ilyen támogatást találjon, mint amit mi Ónodban, az ónodi közösségben találtunk. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a gyermekeink arcára egy kis mosolyt, egy kis feszültségoldót fognak varázsolni ezek az alkotások. Lehet, hogy ez egy kicsit emblémája is lesz majd a gyerekklinikának, úgyhogy nagyon köszönjük Ónodnak, hogy egy kicsit sajátossá teszi a debreceni gyerekklinikát ezáltal. Az ónodi mézes mesevilágnak egy pici szeletét hoztuk el. Most tényleg csak egy pár alkotás az, amit megjelenik, de mégis egy akkora szeretettel és akkora törődéssel itt a kollégák, akik már a néhány napja elkezdték összeválogatni, mi az, ami be fog férni a vitrinekbe, mi az, amit itt el tudunk helyezni. Mert szerintem mindenkiben az van, hogy ha egy kisgyerek, aki ide gyógyulni jön, és ezeket az alkotásokat megnézi, csak egy pillanatra is elfeledkezik arról, hogy ő mind megy keresztül, akkor már azt gondolom megérte.